Betegeikhez igyekvő látogatók. Péntek délután ez a hangulat jellemezte a megyei kórházat. A vizsgálatok a megszokott ütemben már lezajlottak. A munka jelenleg csak az infektológiai osztályon szünetel. Azonban ez a többi osztály ellátásában észrevehetetlen. A betegellátás érdekében még egyszer el kell, hogy ismételjem, és el kell, hogy mondjam, hogy valóban az infektológiai osztály fekvőbeteg ellátása szünetel május 1-e óta. Ez azt jelenti, hogy azok a nagyon súlyos fertőző betegek, akik valóban fertőző osztályos elhelyezésre szorulnak, őket a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kijelölt centrumokba, jelesül a Kenézi Gyula kórházba, illetve a Délpesti Centrum kórházba irányítjuk. Az elkövetkező időszakban a járóbeteg ellátást és gondozást, valamint a gyógyszerek felírását továbbra is a Hetényi Géza kórház orvosai, illetve ápolói végzik. A betegellátás hiánya miatt más osztályokon sem kell aggódni. Az osztályokon egyébként is a kórházban a megszokott munkarendben és a megszokott működést biztosítjuk a betegeink számára. A jelenlegi cél, hogy a felnőtt fekvőbeteg infektológiai osztály ismét rendelkezésre álljon.